és fogadják nagy szeretettel a Ferencváros szélsőjét, a mérkőzésen 3 gólos Lukács Viktóriát. A harmadik félidő műsorvezetője pedig Petur András lesz. Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! De magam részéről nagyon várom már, hogy viccát kikérdezzük, hogy milyen agyonvernék a Budusnosztott Podgoricán. Szóval ilyet nagyon kevés csapat és nagyon kevés játékos élhet át, és hát igazi csapásmérő egység az övék. Ugye a Várdát az első félidőben meglepték egy edzőváltással, akkor egy másik legendát, Kasztatovicsot búcsúztatták, rugatták ki, hogy így fogalmazzunk. Most Dragan Adzsics, pont ránéztem még gyorsan a telefonomra, még nincs, nem miért mondott le. De nagyon benne van a levegőben, hogy a Ferencváros egy másik nagy rivális edzőjét is lemondotta, úgyhogy hát erről lehet majd beszélni. És tényleg, amit mondtál, hogy ők nagyon-nagyon brutálisan jól játszottak, és a másik 3 helyszínen, még talán a Veszprémnél is, de a Szegednél és a Győrnél egyértelműen a játék az, ami nem annyira működött, úgyhogy hát ezzel picit fogunk majd foglalkozni. De azt hiszem, hogy most a Fradi kárpotolt bennünket. Igen, előttük mélyre hajunk, úgyhogy ezzel fogunk kezdeni mindenképpen. Van kérdésünk, számítunk önökre is a mai műsorban. Már is mutatjuk, hogy pontosan mi az. Hány góllal vezeti Luis Suárez a spanyol bajnokság góllövő listáját? 16-tal, 17-tel vagy pedig 18-tal? Írják meg nekünk a helyes válaszokat, és kérdezzenek is többek között Lukács Viktóriától, és szóljanak hozzá a műsorunkhoz az alábbi elérhetőségeken. Az FTC Real Cargo Hungáriának most a forduló előtt megvolt a pontelőnye a Budusnosztal szemben, tehát az biztos volt, hogy majd a visszavágón, a hazai meccsen, ha nyer, akkor a csapat már, mint a podgoricai csapat előtt maradhat, hogy végül is el is engedhették volna ezt a podgoricai kirándulást, és akkor ehelyett az történt, amiből tényleg világszenzáció lesz. Megmutatjuk gyorsan. Olyan lehengerlő játékkal verte a Fradi a 2 évvel ezelőtti Bajnokok Ligája győztes Budućnost Podgoricát, ami már-már zavarba ejtő. Méghozzá azért, mert a Fradi tényleg hiba nélkül játszott, és ha ezt a teljesítményt képes lesz sorozatban reprodukálni, akkor a vezetés felülírhatja legszebb álmait is. Pusztító erejű támadásokkal kezdte a meccset az FTC, ennek köszönhető, hogy a 15. percben már 11-5-re vezetett. Beállóban Snelder remekelt, míg az átlövések terén Szucsánszki Zita operált megdöbbentő hatékonysággal. Azt hiszem, hogy jó lenne ebből az első félidőből a lehető legtöbbet kivenni. Egy újabb Szucsánszki gól, és lesz egy 2 perces kiállítás is. Nem csak ők, hanem a többiek is szépen muzsikáltak. Szinte az összes támadásban pályára lépő játékos gólt szerzett. Az ember csak dörzsölte a szemét, hogy a félelmetes Budućnost fészekben macska egérharc bontakozott ki, a Fradi szó szerint játszadozott ellenfelével. Hátul bíró védett szenzációsan, alig tudtak kifogni rajta, az első félidőben 55%-os mutatót produkált, ami nemzetközi szinten is kiemelkedő. A hazaiaktól ugyan hiányzott Lazovic, Rajčević, Malovic is, de ez tulajdonképpen lényegtelen, mert a Fradi vasárnap este velük szemben is simán összeroppantotta volna ellenfelét. Imádnivaló felszabadultság és vagányság topzódott a zöldek összes akciójában, így 30 perc múltán a mieink történelmi csapást mértek a Budućnostra, a folytatásban pedig már a díszlépést is variálta a Fradi. Nem az volt a kérdés, hogy nyere, hanem az, hogy mennyivel. Budućnost Podgorica, FTC Real Cargo Hungária végül 25-33, a Fradi újabb sikerével már negyeddöntős a BL-ben. Negyeddöntős, és hát gyakorlatilag karnyújtási nyíra van a csoport második hely. Egyébként igazi csapatként együttműködve, már az első félidőben parádisan védekezve, gyakorlatilag ott eldőlt ez a találkozó, hiszen 10 volt közte az első 30 perc után. A lányok egyébként azt nyilatkozták, hogy nem volt rajtuk teher a mérkőzés előtt, talán ez jött ki a találkozón, és a 10 gólos előny sem jelentette azt, hogy görcsössé vált volna a csapatjátéka. Elek Gábor egyébként azt nyilatkozta, hogy azért ez az eredmény nem a realitást mutatja, a Fradinak minden összejött, a Podgoricának pedig semmi, és hát kapus teljesítményben volt hatalmas a különbség elsősorban a két együttes között. Tényleg én azt szeretném viccet tisztázni, hogy amitől mi ennyire oda vagyunk, meg gondolom mindenki, aki szereti és követi az európai kézilabdát, az nektek a meccs tükrében is valami hasonló érzés vált ki? Tehát ti is úgy vagytok, mint mi, hogy úristen, nem hiszük el, igaz, 1 vagy 2 napja volt, de agyonvertük a Budućnostot? Nagyon furcsa volt, tényleg úgy mentünk oda, hogy a világ legjobb, egyik legjobb csapatával fogunk játszani,
viszont amikor megvertük őket, akkor a Jovanovics mondta nekünk, hogy nagyon boldog, és hogy nagyon büszke ránk, hogy nem hiszi el, hogy a fél időben 10, és utána meg ezt folytattuk, és tényleg, hogy ennyivel tudtunk nyerni. Nem tudom, hogy hogy mentetek oda, én azt tudom, hogy Ele Gábor azt mondta, hogy ugye megint van 3 sérült, már megint nem tudtatok teljes csapattal készülni, nem mi vagyunk az esélyesek, úgyis van pont előny, majd itthon meg lehet verni őket, tehát ment a váról való teher lesöprése, és akkor ennek volt abban szerepe, hogy ti úgy mentetek oda, hogy végülis itt bármi lehet, csak nagyon ne égjünk meg? Meccselt az öltözőbe, Gábor azt mondta, hogy ha Nágut és a Budatovicsot semlegesíteni tudjuk, akkor egy jó meccset fogunk velük játszani. Hát jó, ebből annyira jó lett, hogy nyertünk 10-zel, 11-el. És tényleg az a helyzet, hogy, és erről mindjárt viccát is majd megkérdezzük, hogy azért az ember elmegy, hát ha ilyen szerencsés helyzetben van játszani Podgoricára, akkor ahhoz van hozzá szokva, hogy mint a darásfészekben nyúlna, vagy a pokol tornácán táncolna, közönség, csarnok, Neágu, Bulatovics, eszelős társaság, és akkor ez egy picit, mintha nem teljesen így lett volna a végén. Hát nem így volt, mert hogy nagyon jól játszott a Ferencváros az első félidőben is, meg a másodikban is, de az első félidőben hengerelt egyértelműen, és igazából ugye már az edző második félidőre nem is nagyon játszotta a sztárjait, hanem inkább a fiataloknak adott lehetőséget, mert hogy egy félidő alatt eldöntötte a találkozót a Ferencváros. Tényleg nagyon jól játszottak, úgy tűnik, hogy ez bejön, hogy a teherlevétel a váról és felszabadultan játszunk, amit jó volt látni, hogy a csapat ezt át tudta menteni tényleg, és tényleg úgy tudott kézi labdázni, hogy felszabadultan jól, és az a hangulat, amit hallunk, és ami uralkodik a csapatnál, azt meccsről meccsre ki tudja vinni a pályára is, és ez egy nagyon jó dolog. Szicsás Kizsuta azt mondta, hogy kimentetek a melegítésnél, és hogy egyrészt éreztétek, hogy ti teljesen rendben vagytok, és átsandítottatok, és akkor az érződött, hogy ott valami nincs rendben. Ugye azt tudjuk, hogy Neágó, Cvics, távozóban az egyik már elismert, ez tényleg így volt, hogy úgy ott lett harapós a Fradi a melegítésnél? Hát igazából én nem nagyon néztem át. Azt tudom, hogy nagyon hangosak voltak melegítés közben, és kicsit olyan volt, mint hogyha ilyen színház lenne, mint hogyha ilyen, hogy csak meg akarják mutatni, hogy ők milyen erősek, és utána meg, ahogy elkezdtük a meccset, ott már bedaráltuk őket. De ez miből jön le ez a színház? Hogy úgy... Hát, hogy ahogy futnak, közben kiabálnak egymásnak, buzdítják egymást. Érdekes, hogy ez ennyire. Egyek is érezték, hogy baj van, és kellett ez a külső segítség is egymásnak, hogy felspanolják egymást, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, azt gondolom, hogy ilyen teljesítményt tudott ott nyújtani a Ferencváros. Hozzátesszük azt, hogy ez a hangulat már, ami régebben uralkodott ebben a csarnokban, az most nem volt valami, mert a nézők is elpártoltak a csapattól, és jó volt hallani, hogy a ferencvárosi nézők leszurkolták őket. Aki ugye 70-en volt a Podgoricán. Ha beszéltünk külső segítségről, azért elsősorban belső segítségről kell beszélni, mondjuk egy 55%-os Bíró Blankáról a kapuban, vagy Szucsánszkiról, aki szenzációsan játszott, de ha a kapuból indulunk, mint minden rendes csapat, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag nem múlhat el most már hét úgy el, hogy az EHF-nél ne figyeljenek föl Bíró teljesítményére, és ez csak megfejelte most Podgoricán. Igen, hát egy felhőn járkál mostanában a Bíró Blanka. Tényleg pont ott folytatta ezen a mérkőzésen is, ahol a múltkori napba hagyta, meg az előzőn is, és ráadásul óriási kontraszt volt a másik kapuba, ahol tényleg, amit kapura lőtt a Fradi, az mindenbe ment. Ráadásul úgy, hogy a kapus tényleg teljesen az ellenkező oldalon volt, tehát még esélyese volt védeni. És itt konkrétan oldalba dobták, neki dobták a reklámtáblának. Igen, hát aztán láthatóan elbizonytalanodtak egyébként a podgoricai játékosok, tehát össze-vissza lőttek már, amikor az első időszakban mindenki maradt. És a másik oldalon meg nekem a Fleury elleni tavalyi meccs jutott eszembe, amikor a Fradi nagyon jó játszott, és hihetetlen hatékonysággal lövöldöztek a játékosok. Most is az volt, hogy ami előre mentek, felugrott a Szucsánszki általában az első fél időben, az bedobta, kész. Aztán jött a pena, vagy a képen arra járt, eszébe jutott, akkor lőtt egy gólt, a másik oldalon meg nem ment be semmi. Úgyhogy ez egy ilyen mese jelenet volt az első fél idő, aztán a másodikban, mert láthatóan ők is megtörtek, és ott mutatkozott meg az, hogy valami nincs rendben a Budućnosztnál pillanatnyilag, nem véletlenül. Az edzőjük ugye elég tragikusan reagált az eseményekre. Ha tényleg lemond, de ez állítólag úton van, majd meglátjuk. 19-et dobni ebben a csarnokban egy fél idő alatt és 10-zel vezetni,
az elképesztő. De melyik a nagyobb dolog? Ennyit dobni, vagy csak 9-et kapni? Hát szerintem a 9 kapott gól, az tényleg az a Blaninak az érdeme, hát a Blaninak is azért jó volt a védekezés, viszont hogy ilyen átlövőkkel szemben 9 gól egy fél idő alatt, az szerintem szenzációs. Ha már Jovanovicsot említetted, a hírek szerint őt ugye 6 évet játszott Podgoricán, nagyon nagy szeretettel fogadták, megtapsolták, és mondtad, hogy mit mondott a meccs után, de az ő személye, amellett talán a legjobb, egyik legjobb meccsét játszott a Fradiban nemzetközi szintéren, az mit jelentett nektek, mint aki, hát nem mondom, hogy háziasszonyként ott körbevezetett titeket, de azért csak ismerte a terepet. Igen, nagyon sokat segített a csapatnak. Ugye amikor meccs előtt az öltözőben mondta, buzdított minket, mondta, hogy mire készüljünk, utána fél időben ugyanezt megtette, mondta, hogy ezen meg ezen fognak valószínűleg változtatni, és tényleg mindent a mi szemszögünkből nézett, szóval segített nekünk. Nehéz amúgy a fél idő? Közte 10-nél? Mármint egy ilyen csarnokban, ahol hát a világ kevés pontjainak egyike, ahol esetleg benne van, hogy visszajönnek. Igen, ettől tartottunk, hogy mondták is az öltözőben a Gáborék, hogy nem szabad leereszteni, mivel ez a csapat képes arra, hogy visszahozza magát 10-ről. Én azt hiszem, hogy azért, és nem véletlenül van ott a forduló három legjobbjában, Szucsánszki Zita kapta el igazán a fonalat, az a 7-es, az most nagyot szólt, és nem mindig tud ő folyamatosan hétről hétre így játszani, ennek nagyon is itt volt az ideje. Így van, hát lehetett olvasni már a mérkőzés előtt, meg azt hallottam, ezt meg tudod erősíteni, hogy az edzésen is nagyon sült már a keze, a szombati edzésen, és ezt a formát át tudta menteni. Hát azt hiszem, hogyha az Izi jó lendülettel kezd egy mérkőzést, akkor ő ezt tudja folytatni, meg az, ami nagyon jó még, hogy nem egyedül neki kellett, hanem tényleg azért a társak is hozzátettek ehhez a sikerhez, ami nagyon fontos, hogyha ő esetleg már egy kicsit fáradt, nem az volt, hogy neki kellett a hátán cipelni a csapatot, hanem bárki, aki pályára lépett, annak volt jó megmozdulása, jó lövése, és azt gondolom, hogy ez, ami a csapat egységét dicséri. Szucsánszki egyébként nem csak akkor volt zseniális, amikor lőni kellett, hanem akkor is, amikor az első fél idő vége előtt 2 perccel Elek Gábor időt kért. Mindenki figyeljen, mert a hang nem tökéletes lévén azért csak egy zajos csarnokban rögzítették a kinti kollégák, de minden idők egyik leginkább feje tetejére állított időkérése következik. Kértem az időt, miután Zizi végigmondta, hogy mire kell figyelni. Ilyet már láttatok, vagy hallottatok? Hát nem nagyon látunk ki, főleg azért, mikor időt kér általában a Gábor, akkor nem a nyugalom jellemzi, nem a kellemes pillanatok közé tartozik. Igen, viszont ebből is látszik, hogy például a Szucsánszki Zita milyen extázisban volt a mérkőzésen, hogy ő nem nagyon mérlegelt, hanem úgy gondolta, hogy ez neki fontos, hogy elmondja azonnyal az időkérésnél. Nem is várta meg még, hogy Gábor mit akar mondani, hanem ő mondta egyből. De tényleg az extázis az, ami ebből kijön, nem? Hogy ezt így biztos fura lehet visszanézni kívülről. Hát igen, tényleg nem is tudtam, hogy ez így van. Szóval, hogy a meccs, amikor ott vagy, akkor kicsit más. Szóval, hogy így visszanézni, így vicces. Ott a meccsben meg jó volt, hogy valaki ennyire benne van, és ennyire akarja ezt a meccset. Nézzünk közben egy pár Lukács gólt, mert szerencsére 3-at tudunk mutatni, és neked is benne volt. Hát nem csak a 3 gól, tetszik, ami készül? Benne volt a 3 gólod és a játékod, szóval neked személy szerint hogy ment? Hát, amit kihagytam, amit láb közé szerettem volna lőni, azt ott megkaptam a fejmosást, mert ugye megbeszéltük, hogy mit kéne lőni, nem azt kellett volna, de tényleg az utolsó, amit ugye kihagytam, az ott picit úgy éreztem, mint hogyha hátulról hozzám értek volna, ezért már nem mertem úgy odarakni a kezemet, féltem, hogy ne legyen sérülés belőle, de azért örülök ennek a 3 gólnak is. Lehet természetesen kérdezni a meccs kapcsán, és még egy dolog, mielőtt rátérnénk a Győrre. Ugye Zácsik Szandrát figyeltük, nagyon szerette volna ő is, és minden csapatnak szerintem, hogy a múlt héten gól dobjon, ez nem jött össze, most igen, és gyakorlatilag úgy tudja Elek Gábor variálni a belső alakzatokat, nem csak a kezdő hármas, de Hornyákkal, Jovanovicsal és Zácsikkal, ez most már 6 játékos, lehetett őket rotálni, és Zácsik betalált, és ez talán fontos.
most egy nehéz időszak köszön majd a csapatra, ha tényleg el akarnak jutni Budapestre a Papp Lászlóval. Nyilván az minden játékosnak jól esik, hogyha hosszú idő után sikerül eredményesnek lennie. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ilyenkor könnyű rotálni, mikor fél idő már 10 van, és ott van a sok jó játékos, nem kell nagyon, nem nagyon tud mellé nyúlni az edző, tehát tényleg bátran bárkit beküldhetett, mert mindenki jól játszott, egy ilyen felszabadultság volt egy romokba heverő ellenfélnél. De hát ez pont jó azokra a mérkőzésekre előrevetítve, ahol majd mondjuk egy döntetlennél kell esetleg valakit lehozni, behozni, hozzá tud tenni, nem tud hozzátenni, mennyit maradjon be, tehát ez az edzőnek is egy jó új gyakorlat, és látja a játékosait akcióban. Így énekeltük meg tehát Sanyolt Kolos győzelmet Podgoricán. Természetesen Lukács Viktória válaszol majd az önök kérdéseire, úgyhogy írjanak nyugodtan a Facebookra, vagy a többi elérhetőségre, és Rita majd válogat. És akkor az önök kérdéseivel folytatjuk. Az első észrevétel az, hogy bravo Ferencváros, nyilván a mi nézőink is elsősorban gratulálni szeretnének nektek. Nagyszerű élményt adtatok, csak egy dologra nagyon figyelni, formaidőzítés csupa nagybetűvel. Létezik az a szituáció, amikor tényleg egy kicsit ijesztő, hogy már most ennyire megy? Szerintem ennek csak örülhetünk, hogy tényleg most is ennyire jól megy, ezt meg kell tartani, ezt a formát tényleg. A következő hozzászólás az, hogy Final Four-ba jutás kell célnak adni, cél kell a Fradinak, ott bárkit elkaphat, hisz Budapest a helyszín extázis lesz. Megfogalmazódik most már tényleg ez végcélként, vagy még nem igazán mertek ennyire előre tekinteni? Hát álmodozzunk róla, nagyon ott szeretnénk lenni, tényleg egy nagyon nagy élmény lenne. Mi is nagyon szurkolunk, hogy összejöjjön. És akkor jöjjön még egy üzenet. A Fradi ritmus kézilabdát játszik, fizikailag nem annyira erősek a játékosok, így olyan helyzeteket teremtenek, ahol a gyorsaság és a technika kiküszöböli a magasság és súly differenciát. A szélsőjáték nagyon fontos része ennek, nagyobb a teher a Fradi szélsői, mint más csapatoknál. Egyrészt egyetértesz ezzel az észrevétellel, másrészt, ha nagyobb a teher, akkor ezt hogy kezelitek? Nem feltétlenül értek egyet. Az tény, hogy nem vagyunk egy magas csapat, szerintem nagyon jó fizikai állapotban vagyunk, ugye itt most a gyorsaságról, meg az állóképességről beszélek, de szerintem nincs nehezebb dolgunk mi nekünk szélsőknek itt a Fradinál. Viki, nagyon szépen köszönjük, illetve vicca bocsánat, hogy eljöttél hozzánk még hozzá. Ezzel a rajzon szeretnénk neked kedveskedni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és nagyon sok sikert kívánunk a folytatásban. Két hét múlva jön egyébként a folytatása a hölgyeknek. A Fradi vendége majd a Metz lesz a Bajnokok Ligája következő fordulójában.